Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ezen a héten a Városi Kispiás Labdarúgó Bajnokság 18. fordulójában léptek pályára az első osztályú csapatok. A játékhét sok érdekes mérkőzést hozott, és a meccsek sorát egy kiesési rangadó nyitotta. A 13. helyen álló Polyák BT a 14. Totál Futball mérte össze erejét. A két csapat között 11 pont volt a különbség a forduló előtt, így a Polyák győzelme nem lett volna meglepetés. Kékfehérben játszó Polyák BT, az ugyancsak kékfehér színű csapat Total Food ellen lép pályára. A Total Food most narancssárga trikóban játszik, megkülönböztetve ezzel a két együttest, azonos mezét. A kiesési rangadó abból adódik, hogy a Total Food jelen pillanatban 14. azaz utolsó a bajnokságban, a Polyák BT pedig küzd, elszántan küzd a kiesés ellen, a kieső zónából való menekülésért. Egyenlőre azonban még kieső helyen áll a csapat. A két együttes összeállítása, a Polyák BT kapuját Krisztyák Péter őrzi, ötös számmal Panyi Attila, 9-essel Berta Sándor, 8-assal Simek Tamás, 10-essel Tóth Róbert és 17-essel Kovács Zoltán a kezdőcsapat. A kiskodon pedig egyetlen cserejátékos foglal helyet a 20-as számú Nagy Péter személyében. A Total Food kapujában Fódi László áll, mezőnyben pedig 12-essel Pirka János, 14-essel Molnár László, 8-assal Mésző Emil, 9-essel Igari Tamás, és 4-essel Tibor 10-es számmal. A számokat majd nehezen lehet felismerni a Total Food csapatánál. Borbénál a labda. Mésző futott hátra a labdáért. Kovács, és ismét Mésző. Borbé. Molnár. A két csapat az őszi idényben az 5. fordulóban találkozott egymással, és akkor a Polyák BT 5-2-re nyert a Total Food ellen. Labda Panyi felé, közbelépnek azonban Berta Sándor, végezhet el bedobást. Molnár, Mésző, Kovács Zoltán fejében akadt a labda. Borbé, Pirka, de középre, nem volt veszélytelen a centerezés, azonban figyeltek a Polyák védői. Igari, szép volt a labda átvétel, aztán a lövés sem volt rossz, csak éppen Krisztyák Péter jó helyen állt. Panyi a bal szélről veszi célba a Total Food kapuját, a labda azonban elsően a ketrec előtt keresztbe. A 4. percben járunk már, 0-0 az eredmény. A két kapus közül egyelőre csupán a Polyák hálóérének volt dolga. Igari. Berta érkezett vissza és szerelt. A tavasz idényben túl jó szériát egyik csapat sem tudhat magáénak. A
A 14. fordulóban, azaz a tavaszi nyitányon a Total Food 3-2-re kapott ki a Bádogostól, a Polyák BT ugyanezen a játék héten 4-0-ra szenvedett vereséget a Klubfecától. Aztán a 15. forduló eredményei: Bonbon Polyák 4-0, egy újabb 4 gólos vereség, a Total Food pedig egy 8-ast kapott a Szépházaktól. De nézzük ezt a támadást. Panyi, Berta, Borbé fülelte le az átadást, aztán Simekben akadt el a labda. Végül Fódi László lépett ki és szedte fel a játékszert. Tóth előzte meg Igarit. Újabb Total Food bedobás következik. Na és akkor vissza az eredményekhez. A 16. fordulóban 6-4-re kapott ki a Total Food a Turullánytól, a Polyák BT pedig 4-1-re a Bádogostól. Aztán következett a 17. játékhét, tehát az elmúlt forduló, és akkor a Polyák BT igen szoros mérkőzést vívott a Szépházakkal, és mindössze 1 gólos vereséget szenvedtek, 2-1 arányban kaptak ki. A Total Food pedig 6-3-as vereséget szenvedett a Sünés barátaitól. Berta lő, Fódi véd. Tóth, egy távoli lövés, nem sokkal került el a kaput, saját térfeléről vette célba a Total Food kapuját. Pirka. Tóth veszi mellre, és aztán teszi tovább a labdát. Simek és Berta egymást zavarták, egyikőjük sem ért a labdához. Nagy Péter bedobása. Ő az ősszel még a Cooper SC-ben játszott, a télen igazolt a Polyák BT-hez. Gólerős játékos. Nagy Péter szerez labdát, aztán távolról tüzel, Fódi véd, kijön róla labda, Molnár tisztáz. Mészöly. Molnár. Mészöly Emil kapja vissza. Keresi az embert, kinek lehetne adni. Krisztyák pedig lehúzza a labdát a levegőből. Berta. Tóth. Panyi indul be. Molnár László jól helyezkedett. Molnár. Letámad a Polyák. Berta szerez labdát. Mit hagyott ki Panyi Attila? Te jó ég, üres volt a kapu, Bertától kapta a labdát, és mint egy másfél méterről gurította a bőrgolyót a kapu mellé. Óriási helyzet a Polyák BT előtt, a 9. percben azonban kihasználatlanul marad. Marad a 0-0-ás mérkőzés állás. Hát Panyi Attilát azt hiszem nem dicsérik meg a társak, de a letámadás minden esetre hatékony egyenlőre, hiszen egy újabb labdaszerzés után Panyi iramodott meg a jobb szélen, azonban csak az oldalhálót találta el kisotródott helyzetben. Pirka. Igari. Az oldalvonal mellett Berta lépett közbe. Pirka. Simek állta útját. Borbé. Berta érkezett hátra és szerelt. Panyi terelgeti a labdát. Szöglet. Pirka csúszott be. Berta szöglete. Kapás lövésre Nagy Péternek, aki nem találta el jól a labdát.
Marad a támadás lehetősége azonban a Poják BT-nél. Nagy Péter, Fódi véd. Újabb szedület következik most a másik oldalról. Simek helyezi le a labdát, ismét Nagy Péter érkezik, de csak Molnárt találta telibe. Borbély sarokkal vissza Molnárnak. Berta mellett elmegy, aztán Fanyi mellett is tovább tudja tenni a labdát. Borbély, szép játék, és 1-0-ra vezet a Total Food. Igari és Borbély játszottak össze a hatoson belül, és Krüstyák Péter ugyan beleért a labdába, de azt hárítani nem tudta. Így a labda a gólvonal mögé pattogott. A 11. percben 1-0-ra vezet a Total Food. Fanyi. Borbély, Igari, egyből állt a túloldalra az érkező Molnár Lászlóhoz, aki végül kapusának passzol haza. Mészői. Nem volt pontos. Berta, Mészői, Pirka, Igari teszi le, Nagy Péter kísérte Pirkát. Pirka János bedobásával most már Molnár László, Pirka. Szöglet. Beleléptek a lövésbe, ezért változtatott irányt a labda. Pirka szépen tette vissza Mészőjnek, aki célba vette a kaput. Krüstyák jól őrizte a rövid sarkot. Újabb sarokrúgás következik. Mészői. A kapus hárít ismét. Bedobás. És a labda mindenki előtt elpattog. Kirúgás következik. Molnár fejelte vissza a labdát, aztán Igari kap hátulról Nagy Pétertől egy tockost. Összefejelt a két játékos. Játékvezetői labda. Pirka visszaadja a játékszert a Poják csapatának. Krüstyák előre, Fódi jön ki a kapujából, és beleütött a labdába. Igari. A 14. perc, 1-0-ás Total Food vezetés. Simek hátára mászott rá Molnár László. Poják BT végezhet el szabadrúgást a kaputól 10 méterre. Két tagú a Total Food sorfala. Berta Sándor a labda mögött. Figyelmeztetni kell a kapu előterében lögdösődő játékosokat, és akkor most lehet elvégezni a szabadot. Nagy Péter kapja a legurított labdát, nem igazán számított rá, Borbély lépett közbe. Poják bedobás. Berta. Kellemetlenül érkezett a labda, vissza kellett lépnie, és úgy húzta kapura a labdát, ami azonban célt tévesztett. Borbély, Mészői, Pirka, Berta,
mintha a kapott gól után megzavarodott volna a Polyák BT. Mészői. Borbély. Fódi lépett ki. Molnár. Nagy. Fódi dobja ki a labdát Igarinak, aki Mészőnélhez passzol, Molnár László lábáról pedig az oldalvonalon kívülre pattan a labda. Panyi. Simek. Mészői fedezi a labdát, Panyi elől. Bedobás. Igari vágta előre a labdát. Lecsúszott a lábáról. Tóth. Borbély. Igari. Jobb lábbal lőtt. A kivetődő Krisztyák Péter azonban védett. Szöglet. Elakadt a labda Bertában, és ebből most indulhatnak a fehér mezesek. Hogyha jó lenne, pontos lenne a passz. Mindkét csapat újonc. Az első osztályú bajnokságban a Polyák BT. Az 1B-ből jutott fel, a Totál Food pedig a Blue hétfő jogutódjaként szerepel. Igari! Igari felé szállt a labda kapás lövésre, Tóth Róbert azonban megakadályozta ezt. Igari bedobása. Ismét Tóth Róbert lép közbe. Mészői, Igari, Mészői kapja vissza. Jobb lábbal lő, de nem volt erő a lövésben. Kirúgás következik. 18. perc, 1-0-ás Totál Food vezetés. Berta. Tóth. Igari. Pirka. Berta lép közbe, Nagy Péter. Simeket Molnár szereli. Simek. Krisztyák. Panyi. Ismét Molnár érkezett. Panyi nem tud elszakadni Molnár Lászlótól. A Totál Food 14-es számú játékosa most szabálytalanul a könyökét használva állította meg a Polyák támadóját. Simek végzi el a szabadrúgást. Nem volt rossz, Igari mellett suhant el a labda. A kapu előterében tartózkodó játékosokkal azonban kivágódott az oldalvonalon túlra. Tóth Róbert bedobása, hát a túloldalra, Simek fejelébe, középre, Nagy Péter érkezik, és a kapus mellett. A kapu mellé, illetve fölé fejel. De úgy tűnik, hogy Fódi is beleért a labdába, hiszen szöglet következik. Simek! Nagy védés. Fódi elvetődött a hosszú sarok irányába. A labda rövidre érkezett, de ezt most már nem tudja hárítani. Berta Sándor végezhetett el szögletet, és a túloldalon lendületből érkezett Panyi Attila, aki a kapuba lőtte a labdát. Igaz, Fódit még érte a játékszer, ami
aztán a hálóba vágódott. A 20. percben egyenlít a Polyák BT, 1-1 az eredmény. Panyinak már volt egy óriási helyzete, még 0-0-ás állásnál, akkor az üres kapu mellé lőtt. Most eltalálta a kaput. Borbély szöglete. Bertán pattant meg a labda. Simek. Berta. Ismét Fódinak kellett közbeavatkoznia. A Polyák BT egyre többet veszélyeztet, és most már az irányítást is átvette a fehérmezes csapat. Túlkapás lövésébe Borbély ugrott bele, a bedobás pedig hosszú Simeknek. Az első félidő hajrájában járunk, 1-1 az eredmény. Molnár, Borbély, Molnár kapja vissza, aztán ismét Borbély a labdával, Pirka, Borbély, Molnár lő mellé. Tóth. Mészői fejelte vissza. Panyi szeridíti meg a labdát. Nagy Péter. Borbély mellett elmegy. Berta és Simek nem érték meg egymást. Pirka. Egy induló csel. És ebből most fordulhatnak a fehérmezesek. Tóth Róbert addig-addig terelgette a labdát, amíg elvesztette azt Borbély. Pirka. Higari. Jobblábas lövés. Kristják Péter volt a helyén. Totál fújt szöglet. Higari a labda mögött. Pirka érkezik. Molnár László kapja. Távolról tüzel. A labda azonban elkerülte a kaput. Berta. Molnár lépett közbe. Berta. Pirkáról vágódik ki a labda, és ebből most fordulhatnak a totál játékosai. Mészői. Nagy Péter érkezik hátra. Berta. Eddig jól hozzák a labdát a Polyák játékosai, aztán Bertát állítják meg. Tóth. Berta. Szép megoldás volt. Borbély Tibort csapta be egy remek csellel, és aztán jobb lábbal a kapu jobb alsó sarkába helyezte a labdát. 24. perc, átveszi a vezetést a Polyák BT. 2-1 az eredmény. Pirka. Kristják hibázik! És ez azt jelenti, hogy még az első fél időben egyenlít a Total Food, rögtön az ellentámadásból, pontosabban a középkezdés utáni akcióból. 2-2 az eredmény, Pirka János a gólszerző. És még mindig csak a 24. percben járunk, egy percen belül két gólt láthattunk tehát. Borbély. Pirka. Molnárnak ez hosszú volt, nem is futott érte. Tóth. Simek. Nagy. K.
Krisztyák futtatta volna Panyit. Azonban ez a labda is hosszú volt. Az első fél idő utolsó percén belül járunk. 2-2 az eredmény. És vége az első fél időnek. Borbé Tibor, Panyi Attila, Berta Sándor és Pirka János góljaival 2-2 az eredmény 25 percnyi játék után. Második fél időben a Total Food változtatott az összeállításán, és Igari helyére kettes számmal Érsek lépett pályára. Berta. Simek. Panyi. Borbé. Érsek talpa alatt gurult a labda. Tóth bedobása. Mésző Emil fejelte vissza. Simek, szép játék, gyönyörű gól. 3-2-re vezet a Polyák BT. A második félidő második percében a gólszerző Simek Tamás. Na, úgy tűnik, hogy talán belelendülnek a csapatok a gólgyártásba. Mészöly Emil indul meg a bal oldalon, aztán Tóth érkezik, és felszabadít Simek. Panyinak át a jobb oldalra, kint volt már a labda. Borbé, Érsek, nem tudta átvenni a labdát. Tóth. Nagy Péter. Simek. Borbé találta el a bokáját. Egy picit kivártak a játékvezetők, és csak később fújtak sípjukba. Polyák szabadrúgás következik. Tóth. Panyi felpörgeti a labdát, és ez most a Polyák BT veszte, de Érseket megállítják saját térfelének közepén. Berta. Nagy Péter. Mészöly Emil szögletre. Kirúgás. Borbé fejelte tovább a labdát, de a jobb oldalon nem érkezett csapattárs. Nagy Péter bedobása. Panyi. Visszazár a Total Food. Nagy. Tóth. Panyi. Krisztyák. Ismét a Polyák kapusa avatkozik játékba. Tóth. Érsek lépett közbe. Simek. Nagy Péter.
tovább tudja vinni a labdát, aztán Panyihoz továbbít. Mészői űzte hajtotta Panyit. És végül kiharcol egy bedobást. Mészői kezében a labda. Birkának dobja hátra. Molnár. Mészői. Érsek. Birka perdítette tovább egy a labdát, de ez nem volt jó. Borbély. Molnár mellé. Harmincadik perc. 3-2-es Polyák BT vezetés. Panyi bedobása. Mészői Emil vágja előre. Nagy. Tóth. Borbély. Nagy Péter ügyesen tartja a labdát, megforgatja a Total Food játékosait. Érsek belépője pedig szabályos, mehet tovább a játék. Pirka és Krisztyák ért bele. Simek. Nagy Péter. Tóth. Simek perdíti tovább, Mészői veszi le a labdát. Molnár. Simek lépett közbe. Borbély. Simek. Berta. Nagy. Két ember vele szemben. Nem is tudja elvinni. Mészői. Érsek érkezik. Véd a kapus. Pirka. Krisztyák kirúgása. Mészői előzte meg Bertát. Nagy. Simek fordul le Mészőről. Berta. Még mindig nála labda. Berta, Fúdi véd. Aztán Berta ismételhet. Simek. Mészői érkezett hátra és mentett szögletre. Polyák BT sarokrúgás. Berta. Panyi érkezett középen, de labdája célt téveszt. Érsek. Krisztyák rúgta előre a labdát. Berta fejéről pedig az oldalvonalon túlra pattant a labda. Molnár. Simek fedezi a labdát Pirke elől. Újabb kirúgás.
Panyi. Ez a labda most pontos volt. Molnár azonban szerel. Simek, Fódi véd, a kipattanó pedig a Total Full játékosaié. Borbély vágta előre a labdát. Nagy Péter. Érsek lekésik, Nagy Péter viszi tovább. Borbély állt a útját. Pirka. Jól tartja. De a passz nem jó. Berta. Tóth. A 35. percben járunk már. Tóth. Nagy Pétert lökte Borbély. Szabad rúgás. Panyi gyorsan elvégezte, de visszarendelik. Onnan kell elvégezni a szabad rúgást, ahol a szabálytalanság történt. Berta Sándor a labda mögött. És a kaput vette célba. A labda azonban fölé és mellé szállt. Továbbra is marad a 3-2-es Polyák BT vezetés, akkor, amikor a 36. percben járunk. Borbély. Pirkát előzte meg Simek, aztán Simek még mindig, Molnár lépett közbe. Simek. Berta. Mészőről vágódik le. Panyi szöglete. Simek nagyot esik, mehet tovább a játék. Berta Sándor helyett 17-es számmal Kovács Zoltán a pályán a Polyák BT csapatában. Panyi. Kristják. Panyi. Tóth. Kovács Zoltán és Molnár László csapott össze. Fódi. Igarit Tóth előzte meg. Mészői bedobása. Igari. Borbély a kapufát találja el, aztán Igari ismétel, de ez a labda levágódik az előtte összezáró védőkről. Panyi. Nagy Péter. A Total Foodé a bedobás joga. Mészői. Igari. Pirka. Pirka még nem tudja betenni középre. Mészői. Nagy Péterről vágódik le a labda. Molnár. Borbély. Pirka. Kovács Zoltán szerel. Panyi most már. Meghúzza a jobb oldalon és kivezeti a labdát. Molnár. Borbély. Panyi. Hátraadja. Kristják. Kovács. Pirka támadta le a Polyák védőjét, bedobás. Simek. Kovács. Molnár figyelt, nem engedte elmenni Simeket. Nagy Péter. Simek. Túlságosan erős volt a labda.
Molnár. Mészői. Kovács, majd Nagy Péter a labdával. Jók a cselek. A passz sem rossz, Panyi. Kisodródik. És mégis be tudja fejezni az akciót, mégpedig góllal. Panyi kisodródott egy picit. Megnézte magának, hogy hol lehet ellőni a labdát. És Molnár lábai alatt a kapuba juttatta azt a 40. percben. Már 4-2-re vezet a Polyák BT, Panyi második gólját szerezte. Borbély. Mészöly. Kristják kidobása. Simek fejelte egyből tovább. A labda plafontért, játékvezetői labda következik. Hírka adta vissza a labdát ismét, ő már sportszerűségi díjat kaphatna. Nagy Péter. Fódiról ment ki a labda. Simek bedobása. Berta érkezik messziről. Nyigari nagy kiáltással fekszik el a Vok parkettjén. Aztán felpattan, egy picit fájlalja a lábát, de tovább sétál. Adottál fut, pedig akár támadásba is lendülhet. Mészői. Pirka. Berta szerelt szépen, simeklő mellé. Panyi. Kint van. Újabb totál fut bedobás. Borbély inkább lehelyezi a labdát, aztán mégis felveszi. Ez egy szép akció volt. Pirka érkezett. Mészői tette le neki a labdát lövésre, de a labda elkerülte a kaput. Borbély. Simek tisztázott. Pirka egy emeléssel próbálkozott, hiszen Kristják kilépett a kapujából, de a hálóőr végül le tudta húzni a labdát a levegőből. Polyák BT szöglet következik, és a pergő másodpercek a fehérvegyesek javárat szolgálnak. Simek érkezett Panyi szögletére, labdája elkerülte a kaput. Fódi kirúgása, Nagy Péter füleli a labdát, aztán Panyi lő, Fódi véd, Bertához kerül vissza, most már egyértelmű a Polyák BT fölénye. Szöglet. Berta szöglete. Nagy Péter. Panyi bent tartja, Simek, ez pedig már kint volt. Borbély, Simek előzi meg Mészőit, Berta, Panyi, Tóth, Berta, Panyi, Berta, Nagy Péter, Molnár lép bele a lövésbe,
45. perc, 4-2-es Polyák BT vezetés, Simek. A Totálfód játékosai most már csak elvédve lépik át a felező vonalat, többnyire az ő térfelükön zajlik a játék. Újabb Polyák BT szöglet következik. Nagy Péter mellé. Borbély. Igari. Igari még mindig be középre. Szöglet következik most a túloldalon. Nagy Péterről ment ki a labda. Borbély, levágódik a lövése, bedobást lett belőle. Molnár. Igari. Ez pirka volt, elnézést, aztán Berta dekázgat egy picit, és Simekhez tálalja a labdát. Panyi, szép játék volt a Polyáktól. Egy remek kontrakció, azonban Panyi Attila a kapu mellé lőtt a végén. Molnár. Igari. Borbély. Molnár lő, és aztán Tóth vágja ki. Kevesebb, mint 4 perc van hátra a mérkőzés rendes játék idejéből. 4-2-re vezet a Polyák BT. Borbély. Totálfút szabadrúgás. Pirka helyezi le a labdát. Igari. Jól teszi be középre, a kapus a helyén volt. Mészőt akadályozta meg a gólszerzésben. 3-2-ben, 3 Polyák támadó, 2 Totálfút védővel szemben Berta. Molnár lépett közbe. Berta bedobása, Nagy Péter anyag eleganciával szerette volna beletenni a lábát a labdába, de célt tévesztett. Nem találta el a játékszert. Tóth Róbert iramodik meg a jobb szélen. Bertát választotta volna, Borbély azonban visszaért, Berta pedig kapura lőtt mégiscsak, és a kapufát találta el. Pirka. Borbély. Nagy Péter szerelt. Molnár. Kristján húzta le. Molnár. Létszám fölényben voltak a Totálfút játékosai. Molnár azonban önző volt. És így oda a lehetőség. Berta. Nagy Péter szépen perdítette a labdát, de a jobb kapufát találta el. Nem volt szerencséje. Pirka. Molnár. Pirka kapja vissza. Még bent tartja. Berta mellett is elmegy. Aztán Tóth Róbert ütközik. Totálfút szabadrúgás következik, hiszen Pirkát sanyargatták a vonal mellett. Igari a labda mögött. És gólt lő, micsoda gólt lő, 4-3, 49. percben felzárkózik a Totálfút, és akár még az egyenlítésre is marad ideje. Persze gondolom, a Polyák BT-nek is lesz ehhez egy-két szava. Pirka. Panyi. Az utolsó perc kezdődött meg. Messze elkerül a labda a Polyák kapujától. Pirka. Igari.
lefordulőrzőjéről, aztán Tóth Robert mégiscsak a labda útjába áll. Berta, Borbé húzza vissza egy picit, Berta, Panyi, Molnár. A játékvezetők már nagyon nézik órájukat, Simek pedig szépen komódosan dekázgatva veszi fel a labdát, Berta pedig nem találja el azt. Talán az utolsó esélye a Total Foodnak ez a mostani akció. Pirka, Borbé, és vége a mérkőzésnek a Total Foodnak, tehát nem maradt ideje az egyenlítésre, hiába küzdött a sereghajtó csapat, így maradt a 4-3-as végeredmény. Hiába kezdett óriási hajrába a Total Food, nem tudott felzárkózni kellőképpen. Tehát még egyszer a végeredmény, Ponyák BT Total Food 4-3. A nagy csatában is, de végül beigazolódott a papírforma. Többségében a másik hat találkozóra is az izgalom és a küzdelem volt jellemző. Lássuk az összefoglalókat. A 18. fordulót nem vették túl komolyan az egykori Süni és barátai játékosai, hiszen az immár Szita KKT névvel pályára lépő csapat a tabella 5. helyén álló Turul Line elleni mérkőzés 8. percéig hátrányban játszott. A kékmezes Turul ki is használta a létszámfölényt és vezetést szerzett. Miután megérkeztek a Süni késői, a játék is kiegyenlítetté vált, azzal a szépséghívával, hogy 25 percnyi játék alatt csak a Turul tudta bevenni ellenfele kapuját. A fordulás után felpörgött a kieső zónából menekülni vágyó Szita játéka, olyannyira, hogy a fehérmezesek ledolgozták 2 gólos hátrányukat. A küzdelem végén aztán érvényesült a papírforma, és a Turul Line 3-2-re nyerte a találkozót. Rögtön gólt is kaptunk, utána kiegészültünk, akkor megint kaptunk egy gólt, utána úgy érzem elég jól játszottunk, meg volt az X, egy védelmi hibából kaptunk még egy gólt, és már nem sikerült kiegyenlíteni utána. Úgy érzem, nagyon jó mérkőzést játszottunk. Nagyon nehéz mérkőzés volt, magunknak tettük nehézzé. Négy emberre kezdte az ellenfél a játékot, sajnos mi ugyanolyan lassan játszottunk és körülményesen, mint ők. Nem tudtuk felpörgetni a játékot, és onnan nagyon nehezen jöttünk fel. Még ősszel az 5. fordulóban az akkor még Fedél Kft. Néven szereplő Bretton RT 5-3-ra verte a klub Fecát, így érthető volt, hogy a bordomezes Feca visszavágásra készült. Az erőviszonyokat és jelenlegi formákat tekintve revansra nem igazán lehetett számítani, s ezt nyomatékosította az a tény, hogy a Bretton 2 gólos előnyre tett szert. A hajtós, pörgős mérkőzésen ekkor jött a meglepetés, és még az első félidőben fordított a klub Feca, s Máriásiék 4-2-es vezetésük tudatában kezdhették a második játékrészt. A Bretton RT játékosai hiába zárkoztak fel többször is, egyenlíteniük egyszer sem sikerült. A fehérmezesek a találkozó hajrájában csak a támadásra összpontosítottak, a klub Feca kontrái pedig életveszélyesnek bizonyultak. A végeredmény 8-5 a klub Feca javára. Kontráinkat mi is végre be tudtuk rúgni. Az ellenfél az elején elment 2 góllal, de szerencsére ki tudtunk egyenlíteni, és utána már nyugodtan játszottunk. Az volt a probléma, hogy egy elég viszonylag erős kezdés után úgy éreztük már, hogy majdnem úgy éreztük már, hogy zsebünkben van a meccs, és kiengedtünk. Nem sikerült a 2 gólos előnyt megtartani tovább, mint 5 perc. És gondolom ez okozta a hibát, és onnantól kezdve vissza tudtak jönni, fel tudtak állni, és meg is tudták fordítani a mérkőzést. A Szépháza 94 ingatlan iroda mérkőzései előtt csak az lehet immár a kérdés, vajon szenzáció lesz-e a végeredmény, pontot rabol-e valamelyik csapat a listavezetőtől. A MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Együttesében kemény ellenfélre akadt a fehérmezes ingatlan iroda, s a bátran kezdő vasutasok ellen csak egy szerencsés góllal szerzett vezetést. A szünet előtt aztán 2 gólra hízott Salacék előnye, majd a második félidőben sem változott sokat a játék képe. Kemény csata folyt a pályán, sok test-test elleni küzdelemmel tarkítva, és a cserejátékos nélkül, ám annál lelkesebben futballozó MÁV kiegyenlített. Már-már érett a szenzáció, azonban a találkozó utolsó percében a Szépházak megszerezte a mindent eldöntő találatot, és így 3-2-re győzött. Nagyon keményen fogtak bennünket, nagyon jól hajtott az ellenfél. 2-0-nál hát azt hittük már, hogy megvan a meccs. Egy hibával sajnos szépítettek, ott felhoztuk őket, de hát a végén sikerült berőnni a győztes gólt. Ha jobban odafigyelünk, akkor akár mégis nyerhettük volna még ezt a mérkőzést, bár úgy hiszem, hogy cseré nélkül elég nehéz egy jó csapat ellen tényleg helytállni. Hát gratulálok az ellenfélnek, be kell rúgni minden helyzetet, és akkor legközelebb nyerünk. Az elmúlt fordulókban a Fevita és a Bombon is egy nagyobb különbségű vereségbe szaladt bele, így mindkét gárda javítani szeretett volna az egymás elleni meccsen. Ez kezdetben a sárgamezes Fevitának sikerült jobban, hiszen a gárda 2-szer is megszerezte a vezetést a kissé álmosan kezdő Bombon ellen.
A félidő közepén aztán felpörgette a játékot a bajnoki címvédő, és a szünetre 2-2-vel vonultak a csapatok. A második félidő elején már a Bombon szerezte meg az előnyt, a Fevita azonban kétszer is egyenlíteni tudott. A hátralévő mintegy 10 percben mindkét gárda eldönthette volna a 3 pont sorsát, de mivel Fortuna sem segítette ekkor a csapatokat, az eredmény már nem változott. A Fevita Bombon meccs 4-4-es döntetlennel ért véget. El kell ismerni, hogy az ellenfél nagyon jó ellenfél, és hogy tavalyi bajnok volt a Bombon, és ez, hogyha mondhatok ilyen, akkor nekünk hizelgi az eredmény. A helyzetek itt is voltak, ott is kapufák voltak, nagyon jó kis mérkőzés volt, én szerintem a múlt heti nagy vereség után ez már talán egy kicsit fel tudtunk állni, hát majd meglátjuk a következőket, hogy mire leszünk képesek. A pontos passzok ezek hiányoztak a mai játékunkból, meg hát az ilyen tiszta helyzeteket, ezeket kiszoktuk használni, ma kihagytunk legalább 5-öt. A tavasszal hullámvölgybe kerülő C plusz V Atlantis Pub a kiesés ellen küzdő Cooper SC ellen lépett pályára. Az idén 4 meccsből 4-et elbukó C plusz V hatalmas elánnal kezdett, a Cooper SC pedig fegyelmezett védekezéssel és gyors kontrákkal jelezte igényét a bajnoki pontokra. A 16. percig eredmény nélkül küzdöttek a felek, ekkor egy szemfüles góllal a C plusz V Atlantis Pub szerzett előnyt. A Cooper a gól után kitámadott az egyenlítés érdekében, újabb gólt azonban, immár a második fél időben a C plusz V szerzett. A két gólos hátrányba kerülő Cooper lelkesedése az idő múlásával csökkent, és az záró percekben az előnyben lévő gárda szinte összes támadása góllal zárult. Ennek köszönhetően 5-0-ra nyert a C plusz V Atlantis Pub a Cooper ellen. Az elején elég szoros volt a mérkőzés, de hát hál' Isten mai nap itt volt mindenki, és tényleg már többször hangoztattam én is, hogy ha minden játékos itt van, akkor megy. Hát gondolom azért, senki nem gondolta, hogy C plusz V nem fog egy meccset se nyerni. És hát ezt külön ajánljuk a Sándoroknak és a Józsefeknek, akik vannak a csapatban. Így egy jó névnap lesz a végén, a győzelem után. Az összes helyzetünket kihagytuk, nem tudtunk góltunkni, és ezt megbosszolja magát. Ez eléggé rutinos csapat ahhoz, hogy az ő helyzeteket meg berúgták, és végén 5-0 lett, ami én szerintem nem több igazságodás, sem is ez lett. Most így jött ki nekünk. A forduló utolsó meccsén az utóbbi időben parádés formában játszó maratonsport a dobogó tövében tanyázó Bádogossal mérte össze erejét. A találkozó első perceiben a Bádogos alakított ki több lehetőséget, gólt azonban az elmúlt fordulóban 5 gólt szerző Szabó Zoltán nélkül felálló maraton szerzett. A Bádogos nem vetette vissza a bekapott gól, és a szünetig kétszer is megzörgette ellenfele hálóját. A második 25 perc nagy részében egyenlő erő küzdelme zajlott a pályán, felváltva kerültek veszélybe a kapuk. A meccs végén aztán robbantott a maraton. Előbb az egyenlítő gólt szerezték meg, majd a záró 4 percben két zicsert is gólra váltva a győzelmet is besöpörték. A végén a maratonsport örülhetett, 4-2-re felülmúlta a Bádogos csapatát. Nekünk meg kell verni ezeket a csapatokat is, fel akarjuk kerülni a kiesést. Tehát nem elég csak a kiki meccseket hozni, bravúrokra is szükség van. Miben sikerült felülmúlni az ellenfelt ma? Akaratban. Én amit mondtam már talán többször is, hogy az előző szezonban én ezt a szívet, ezt a harapást hiányoltam, most megvan, és hozzuk is a meccseket vele. Kicsit megint magunkra húztuk az ellenfelet, és teret adtunk nekik, és ők éltek ezzel a lehetőséggel, és már nem tudtunk újítani, főleg a 2-2, tehát mikor megkaptuk az egyenlítő gólt, akkor látszott, egy kicsit megremegnek a lábak, és hát az ellenfél ki is használta ezt. Nézzük a 18. forduló eredményeit. Polyák BT Total Food 4-3. Szita KKT, Turulline 2-3, Bretton RT, Klubfeca 5-8, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft, Szépháza 94 ingatlan iroda 2-3, Fevita, Bombon 4-4, C plusz V Atlantis Pub, Cooper SC 5-0, és végül Maratonsport Bádogos 4-2. A tabellát továbbra is a Szépháza 94 ingatlan iroda vezeti 54 ponttal, második a Bombon 37, harmadik a Bretton RT, negyedik a Bádogos 31-31 ponttal. A Turulány az 5. helyre jött fel 30 ponttal, 6. a Klubfeca 28, 7. a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 27, 8. a C plusz V Atlantis Pub 25, 9. a Maratonsport ugyancsak 25 ponttal, 10. a Fevita 23 ponttal. A kieső helyeken 11. a Polyák BT, 12. a Szita KKT, mindkét gárda 19 pontos, 13. a Cooper SC 15 ponttal, míg a 14. a Total Food 5 ponttal. Az 1B osztályban is a 18. fordulót rendezték az eredmények. Erszab Alba Logisztik Széphő, Traktréler Köfém 2, 4, 5, Ságépítő RT, Zöldker 96 Kft, 3, 3, Más Tészta, FC Chelsea 7, 4,
Placbau Veszprém Beton VDA 2-3. Hungária Taxi Fészeképítők 1-7. Opsitos Dekkebau 6-4 és Korall Fehérvíz 1-0. A táblázatot vereség ellenére a Fehérvíz vezeti 48 ponttal, második a Truck Trailer Köfém 2-46, harmadik a Dekkebau 31 ponttal. Negyedik a Fészeképítők, ötödik az Erszab Alba Logisztik Széphő, hatodik a Más Tészta, hetedik a Korall, nyolcadik az FC Chelsea, kilencedik a Zöldker 96 Kft., tizedik az Opsitos csapata, a kieső helyeken 11. a VDA, 12. a Ságépítő RT, 13. a Hungária Taxi és 14. a Placbau Veszprém Beton. Kedves nézőink, a Kispálya magazin legközelebb jövő hét szombaton jelentkezik. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!